1895-ben egy müncheni kutyakiállításon 4 német boxert indítottak kísérleti kategóriában. A győztes egy Floki nevű kallett, őt hegyezték be elsőként a fajta tenyész könyvébe. Filmünkben megpróbáljuk bemutatni ezt a kutyafajtát, mely méltán vívta ki az egész világ elismerését, szimpátiáját. Remélhetőleg sikerül megerősítenünk mindenkiben ezt a véleményt, hogy a német boxer kutya nem véletlenül az egyik legnépszerűbb őrzővédőfajta. Gondoltuk, hogy a fajta bemutatásához a legilletékesebbek segítségét kérjük. Olyan embereket kerestünk meg, akik tartják és tenyésztik, és nem mellékesen szeretik ezt a fajtát hosszú idő óta. 19 évvel ezelőtt kezdtem el a boxertenyésztést, azóta vagyok nagy szerelmese a fajtának. 3 éve a Hungária Boxer Club elnöke is vagyok. Nagyon szeretem ezt a fajtát, nagyon jó vele együtt is élni. Ennek az az oka, hogy egy rendkívül családcentrikus, imádja a gyerekeket. Azt hiszem ez az egyetlen őrzővédő, ahol megfigyelhetjük, hijelhetjük, hogy az egész fiatal, kis pici kölyök kutyától az egész idős kutyáig nagyon játékos. Ez a kutya egyszerűen imád játszani, ez imád mozogni és imádja a családot. Nem, egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy boxer támadás érhetne egy gazdát. Úgy gondolom, hogy a gyerekek között is biztonsággal tartható az őrzővédő fajták között. A legtöbben játékossága és gyermekszeretete miatt választják a boxert maguk és családjuk mellé. A gyermekekkel különösen barátságos. Természetesen ennek ellenére semmikor ne hagyjunk egyedül egy kisgyermeket bármilyen kutyatársaságában. 18 éve élek már boxerekkel, tenyésztem őket azóta. Maga a boxernek a karaktere meg a jelleme fogott meg, elejébe hobbi szinten kezdtük, és akkor utána kiállításokra jártunk, komolyabban kezdtem foglalkozni a boxerekkel, gyakorlatilag gyerekkori szerelmem volt a boxer. Mi a boxerrel kelünk, fekszünk, az egész életünket ők töltik ki. A boxer összességében egy atlétikus testfelépítésű, de önmagában a boxernek a karakterét, jellemét maga a fejformája adja meg, mert speciális Isten igazából ezzel a fejformával nem rendelkezik egyetlen egy kutyafajta se. Különösen maga a meleg tekintete, kisugárzása, nagy szemei legyenek neki, tehát fangja, magas homloka, testfelépítésében kvadratikusnak kell lenni, ami azt jelenti, hogy amilyen magas, olyan hosszúnak, magasra állítottnak kell lenni, dinamikus, tértölelő, könnyed mozgással kell neki rendelkeznie. Az elhangzottak és az, amit látunk, abszolút fedik egymást. Jó ránézni ezekre az izmos energiabombákra, és a nézelődőknek csak hosszú percek után tűnik fel az egyedek között egy apró kis különbség. Ma Magyarországon már találhatunk hosszú fülű, hosszú farkú boxereket. Nagyon sok országban már csak ezt lehet tenyészteni. Nálunk még mind a két változatban megtalálható. A boxert két színváltozatban tenyésztik, egészen a világos csikostól a sötét csikosig, majdnem hogy feketéig, fehér jegyekkel és anélkül. És még a sárga színváltozatban a világos sárgától egészen a szarvasvörösig, és úgy szintén fehér jegyekkel. Erő, izom, robbanékonyság, fáradhatatlanság. Szinte adja magát a következő kérdés, honnan ehhez ez a rengeteg energia? És persze az sem mellékes, hogy a felvételeket 32 fokos melegben készítettük, és az ilyen típusú kutyák nem nagyon bírják a meleget. Tehát megállapíthatjuk, hogy a felvételeken szereplő valamennyi kutya egészséges. Imádom a boxert, mindent elkövetek a megfelelő táplálásukért, éppen ezért egy fajta speciális tápot használok táplálásukra. Ez a táp, ez teljesen megfelelő a fajta elvárásainak. A megfelelő izomtömeg szinten tartását, az ízületek védelmét látja ez a fajta táp, illetve a szívizom összehúzódását segíti, és segíti energiállátását a szívizomzatnak. Ez nagyon fontos a kutyák, főként a boxer esetében, mert ide egy rendkívül temperamentumos, robbanékony fajtáról beszélhetünk.
Hogy ne csak beszéljünk erről, a klub elnöke elkísér minket egy boxertenyészetbe, ahol mindezt láthatjuk is a saját szemeinkkel. Mindeközben további értékes információkat kapunk erről a különleges táplálékról. A speciális fajta táp szőlő, zoltea, C és E vitamin tartalma a sejtöregedést gátolja. Ez nagyon fontos a boxerkutyák esetében. Itt az élettartam növekedéshez, ha például házi koszton tartja valaki, vagy nem speciális táplálékon, akkor természetesen ilyen eredményt nem lehet elérni. Amit még szeretnék kiemelni a fajtatáppal kapcsolatban, hogy nagyon fontos a szemcséknek a formája. Ez azért lényeges, mert a boxernek egy speciális pofa szerkezete van, és elég nehéz a tápok fölvétele. Ez a megfelelő formájú tápszemcse segíti a könnyű táplálék fölvételt, és ennek megfelelően nagyon hatékony tápanyag hasznosítást. Még más apró szemcséjű gömb alakú tápszemeket szétszór a boxer, ezt könnyedén fölveszi és hasznosítja. Ha pár szóval kellene megfogalmazni, azt mondhatnánk gyengéd gladiátor. Ez a kettősség tényleg uralja a boxer jellemét. Ha lehet, akkor lusta, a kanapén heverészik és élvezi a simogatást, de amint komolyra fordul a helyzet, feláll és megmutatja a szigorú és rettenthetetlen arcát. Akármennyire szereti is a boxer a kényeztetést, valójában egy munkakutya, akinek szüksége van a napi mozgásra és egy erős, következetes gazdára, aki mindig megmondja, hol a helye a kutyának a rangsorban. ...1991-ben ismerkedtem a boxer fajtával, 1993 óta képzem is őket. A boxer fajtáról tudni kell, hogy az FCI 2-es fajta csoportjába tartozik, ezért az őrzővédő kutyák közé van sorolva. A boxer minden részében alkalmas ennek a sportnak a kivitelezésére. Egy nagyon jó fajtáról beszélhetünk jellemében, küllemében, viselkedésében egy nagyon kellemes társ. Elsősorban családi és kiállítási kutyának tartják, de sokan sportolnak is vele. Ügyes kis kutyám van, ügyes. Jó, ez a beszéd. Ügyes vagy. Nagyon szuper. A boxer nevelése egészen fiatal korban kezdődik, úgy a családi kutyának a nevelése, mint a sportkutyának a nevelése. Nagyon fontos, hogy azokat az ösztönöket, amik a kutyában rejlenek, azokat olyan szinten tudjuk kamatoztatni, hogy a kutya teljes értékű boxerré tudjon válni. Az engedelmes munkát már egészen fiatal korban el lehet kezdeni a kutyákkal. Zsákmányosan, illetve élelem alapú jutalmazással szoktuk tanítani a kutyákat, amit a későbbiekben egyre magasabb szinten fogunk tudni a kiskutyánál, illetve a növendék majd a felnőtt kutyánál használni. Nagyon fontos, hogy a boxernek a jellemét meg tudjuk tartani. Ennek az egyik módja az, hogy az őrzővédő sportot űzzük ezzel a kutyával, így az ösztönei, illetve a képességeinek a megmaradása biztosítva van. Az őrzővédő sportban képzett kutyákat sokan tévesen harapós, veszélyes kutyának gondolják, ez teljesen téves elmélet. Az őrzővédő sport ez nem egy ész nélküli vadításról szól, az egy nagyon komoly munka, ahol az őrzés és védelem mellett az engedelmes munka legalább olyan fontos szerepet játszik, ezért a kutyák ki tudnak benne teljesedni, és a kutyák teljesen kezelhetővé válnak. A kutyák megtanulják azt, hogy ezeket az ösztönöket aktivizálják, illetve ezeket az ösztönöket féken is tudják tartani a gazdának a parancsára. Tehát minél magasabb szinten képzett egy kutya, annál inkább megbízható.
Remekül sikerült nap után megállapíthatjuk, hogy megismerkedhettünk egy karakteres, jókedélyű, tisztességes, ráadásul barátságos fajtával, mely mozgékony és eleven néha féktelen, de mindenképpen kiegyensúlyozott, magabiztos kutya. A magunk részéről megszerettük. Ha a film kapcsán valakinek kedve támad boxerkutya vásárlására, amit egyébként külön ajánlok minden kutya szerető embernek, és ezzel kapcsolatos bármilyen kérdése van, a klub minden téren segítségére van az ilyen érdeklődőnek, ez mind a fajta jellemeivel kapcsolatban, jellemzőivel kapcsolatban, illetve a fajta táplálásával. Itt olyanokra is gondolok, akik már rendelkeznek boxerkutyával, de esetleg a táplálásával kapcsolatban lennének kérdései, az nyugodtan fordulhat a klub bármelyik vezetőségi tagjához hozzám. Köszönjük a MEUE Hungária Boxer Klub filmünk elkészítéséhez nyújtott segítségét, szeretnénk, hogy minél többen megismerhessék e különleges fajtát, és hogy ők mit szeretnének? Én azt szeretném, mint a Hungária Boxer Klub elnöke, hogy Magyarországon a boxerkutya ismét igen népszerű legyen, és nagyon egészséges, jó küllemű, jó jellemű kutyák nevelkedjenek föl, és ez örömet szerezzen minden boxerkedvelő ember számára.